Sziasztok, Kata vagyok, és ahogy ígértem, idén is jelentkezik a Mozgó Lépcső. Először is boldog új évet kívánok nektek! Új év, új élet! Biztos vagyok benne, hogy sokan kezdtétek ezt az évet ezzel a felkiáltással és elhatározással, hogy idén teljes életmódváltásba kezdtek. Siker kulcsa a megvalósításban rejlik, ezért ma itt van velünk Szalai Tamás. Sziasztok! Személyi edző és fitness tréner, akinek a segítségével megtudhatjuk, hogy melyek az első lépések az átalakuláshoz vezető úton. De nem is szaporítanám a szót, gyertek, vágjunk is bele! Mi az első lépés, amikor belevágunk az életmódváltásba? Az első és legfontosabb dolog az, hogy fejben döntsük el, hogy mit szeretnénk, tűzzünk ki magunk elé konkrét célokat. Sőt, hogyha megvannak a célok, akkor érdemes azokhoz határidőt is rendelni, mert akkor biztos, hogy nem fogunk halogatni, és tudni fogjuk, hogy milyen irányba megyünk. Például egy ilyen szép kis füzetbe le is tudjuk írni, hogy mik a céljaink. Így van. Hogyha megvannak a terveink és a céljaink, akkor itt az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. Nagyon könnyű manapság eltévedni a különböző edzésformák és a helyes táplálkozásnak a labirintusában, viszont nagyon sok olyan szakirodalom van, ami segítséget nyújthat nekünk. Megtudhatjuk azt, hogy milyen edzésforma számunkra a legmegfelelőbb, illetve hogyan kell táplálkoznunk úgy, hogy az a legoptimálisabb legyen. Az életmódváltás egyik alappillére a helyes táplálkozás. Na de Tomi, mi a helyes? Hát az életmódváltásnál az egyik legkényesebb téma a helyes táplálkozás. Az étrendünk az, amit a legnehezebben szoktunk tudni megreformálni, de igazából, hogyha egy-két alapdolgot figyelembe veszünk, akkor rá fogunk jönni, hogy a helyes táplálkozás az nem egy nagy ördöngösség. Mik ezek az alapok? Az ételeinknek az összeállításánál érdemes arra figyelnünk, hogy megfelelő mennyiségben tartalmazzak fehérjéket, szénhidrátokat és zöldségeket, gyümölcsöket. A húsoknál figyeljünk arra, hogy fehér húsokat válasszunk elsősorban, csirkét, pulykát, fogyasszunk sok halat. A szénhidrátoknál pedig az a fontos, hogy olyanokat válasszunk, amik nehezen viszik fel a vércukorszintünket, ilyen például az édesburgonya, a bulgur, a baszmati rizs, barna rizs, ezeket részesítsük előnyben. A megfelelő vitaminbevitelt, meg rostbevitelt, az pedig a zöldségek és gyümölcsök fogják biztosítani nekünk, erre figyelnünk kell. Tomi, említetted a szénhidrátokat. Mi a helyzet a pékárukkal? Az egészséges táplálkozásnak része kell, hogy legyenek a megfelelő minőségű pékáruk. Ilyenkor válasszuk a teljes kiörlésű lisztből készült vagy rostlisztből készült termékeket, mert ezeknek is magas a vitamin és rosttartalmuk, úgyhogy kellenek az emésztéshez és a megfelelő táplálkozás kialakításához. Ha nincs időt főzni, akkor sem kell lemondanod a finom falatokról, még életmódváltásnál sem. Egy grillhús és grillzöldség például remek párosítás. Válasz 3. emeleti éttermünk kínálatából. Biztos sokan vannak úgy, mint én is, akik nem tudják megoldani a naponta többszöri étkezés. Számukra mit ajánlanál? Igen, ezt edzőként én is tapasztalom, hogy ez komoly probléma. Ugye a napi 4-5-szeri étkezés az, ami ideális lenne, viszont azt is jól tudom, hogy a mindennapok rohanó világában ezt gyakran nehéz megoldani. Ilyenkor viszont azt javaslom, hogy nyúljunk bátran táplálékkiegészítőkhöz. Például egy ilyen fehérjeség, az tökéletes, hogy kiváltsunk vele egy 10 órait, akár pedig egy uzsonnát, tehát egy egyszeri étkezést. Nem kell hozzá semmi más, csak egy kulacs, meg víz, összerázzuk, és akkor már lehet is inni, és tulajdonképpen ki van váltva egy teljes értékű étkezésünk.
van eredmény mozgás nélkül, Tamás? Hát igen, ugye sokan meg akarják úszni a rendszeres mozgást, azonban azzal tisztába kell lennünk, hogyha egészséges életmódot folytatunk, akkor annak része kell, hogy legyen a testmozgás. Milyen otthoni edzésformákat és eszközöket ajánlasz? Na igen, most olyan helyzetben vagyunk, amikor az otthoni mozgás kell előtérbe helyeznünk, ehhez azonban ma már kiváló eszközöket tudunk találni az ilyen típusú üzleteknek a polcain. Itt van rögtön a kezemben egy gumiszalag, amivel nagyon sokoldalú mozgásforma megvalósítható, de tudom javasolni akár az ilyen típusú edzőhevedereket, amik megint csak egy komplex mozgást tudnak lehetővé tenni. Ki tudom emelni a fitballokat, ezeket a nagy gumilabdákat, illetve a kis kézisújzókat, kettőbeleket, amik otthoni használatra alkalmasak lehetnek, és hogyha interneten keresztül egy kicsit böngészünk, akkor ott számos olyan videót tudunk találni, amik magát a mozgásformát is bemutatják, hogy ne tudjunk olyat csinálni, ami esetleg káros lehet nekünk. Hogyha sikerült az életvitelünkbe a rendszeres sportot beépíteni, akkor arról se feledkezzünk meg, hogy a napi vitaminbevitel mennyire fontos. Három vitamint szeretnék elsősorban kiemelni. Az egyik az a magnézium, a másik a D-vitamin, a harmadik pedig a C-vitamin. Ezek támogatják leginkább az élettani folyamatainkat. A megfelelő folyadékbevitel is fontos, ugye? Igen, az életmódváltásunknak a részévé kell tenni, hogy megfelelő mennyiségben igyunk. Ugyanis, hogyha például fogyási céljaink vannak, akkor az anyagcsere működésnek elengedhetetlen része a megfelelő folyadékbevitel. Ez olyan napi 2-3 liter vizet jelent, amit érdemes meginnunk. Engem ehhez nagyon szokott motiválni egy ilyen szép kulacs például. Úgy tudom, sokan szeretik nyomon követni a testsúlyukat, amikor életmódváltásba kezdenek. A nyomon követés az nagyon fontos, már csak azért is, hogy tisztában legyünk a saját fejlődésünkkel. Ugye, hogyha van egy célunk, akkor ezt mindenképpen érdemes nyomon követnünk. Itt vannak ezek a mérlegek, amik már azon túl, hogy testzsírszázalékot mérnek, izomszázalékot mérnek, BMI-t mérnek, azon túl okos mérlegeknek is hívjuk őket. Mitől okos egy mérleg? Azért okos mérleg, mert már telefonnal össze lehet hangolni, és profi applikációk vannak hozzá, amik segítenek minket a céljaink elérésében és a pontos nyomon követésben. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottál ma, Tamás, és beavattál minket az életmódváltás rejtelmeibe. Van esetleg bármilyen gondolat benned zárásként? Igen, talán csak annyi, hogy minden életmódváltásnál hagyjunk időt magunknak a változásra. Nem lehet egyik napról a másikra eredményeket elérni, viszont hogyha sikerül a mindennapokba beépíteni a ma hallottakat, akkor gyorsan jönnek majd a változások is. Szuper zárszó volt! Köszönöm, hogy velünk tartottatok, találkozunk 2 hét múlva. Addig is kövessétek a Malomközpont Facebook és Instagram oldalát a hasznos hírekért, és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt sem. Sziasztok!